száz éve volt, ahogy Jugoszlávia megalakult, és ezt mi akart, szóval én úgy képzeltem, hogy akkor ez egy befejezett történelmi rész, és hogy ebből most ki kellene húzni valamit, ami közös nevezője a szabadkai polgároknak. És akkor gondolkozván, ismervén, hogy a kollégának megvannak ezek a régi gramofonjai, azon kívül abban a generációban tartozom, amikor a lemezek nagyon sokat jelentettek, úgy határoztam, hogy akkor a téma legyen a lemezjátszó és a lemezek aranykorszaka.